Szia, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nálunk nem olyan szép a nap, legalábbis az időjárás. Ugyanis felhős, oda nézel, látod? Itt csöpög, esik, csöpög. A nap az nem süt, úgyhogy nem mentünk el sehova a jetskivel, vagy a csónakkal sem. Mi történt? Mi történt? Mi a baj a lábadnak? Ja, oda bevertem útkor a Davis, és kicsit vérzett neki, képzeld el, itt ide valamibe beverte. Amúgy nem más sem, mint készülődünk, és elmegyünk itthonról valamerre. Mi? Nyuszi. Aztán képzeld el, ugye nézegettem a hajókat, mindig nézegettem a hajókat, és nem tudom, hogy miért most nézegettem ilyen nagyobb hajókat, ami nagy. Várjál, mutatom. Nem, mutatom, ide berakok egy képet, hogy milyen hajót néztem. Tehát ezt a hajót néztem, képzeld el, és ez olyan hajó, hogy van benne kettő szoba, külön szoba, amit be lehet ugye zárni az ajtót, tehát rendes szoba. Van benne egy ilyen nappali, van benne konyha, külön WC, külön fürdőszoba, tehát lakni lehetne rajta. A kérdésem hozzátok, szerintetek tudnánk mi lakni egy ilyen hajón mondjuk itt a kikötőbe, vagy nem? Tehát elköltöznénk innen a házból, kiköltöznénk oda a vízre, és mikor akarunk a kikötőből ugye kimegyünk a nyíltabb vízre, akárhova, és ott laknénk, vagy laknánk. Az autót kint tudnánk hagyni a parton. Nem tudom, érdekes lenne, gondold el, érdekes lenne, hogy ha lenne egy ilyen hajunk. Ti mit gondoltok? Szerintetek meg lehetne csinálni, vagy nem lehetne megcsinálni? Vagy lehet, hogy túl pici lenne? Vagy nem tudom. Biztos, hogy egy kicsit nehéz lenne, mondjuk ha kikötöd oda a partra, tehát azért kell fizetni, hogy oda ki tud kötni, de nem olyan túl sok. Az jön árammal, jön vízzel, tehát úgyhogy így kilépek a partra, mármint a dokra, meg vissza belépek a hajóra. És akkor annyi, a hajó laknál, és mikor jön egy ilyen nagyobb hullám, nem jön, mert öbölben van, de valami, akkor így mozog a hajó. Mi, Lukasz? Ja, az jó. Az jó lehet? Tudnál te hajón lakni? Nem, de jó. Nem, de jó. Akkor tudnál, vagy nem tudnál? Te se tudod. Én nem tudom, mit mondok igaziból. Nem tudom, mit mondasz. Elköltözzünk egy ilyen nagyobb hajóra, és ott lakjunk, és ezt a tévét ugye eladjuk, kapsz egy ilyen kisebbet mondjuk a szobádba, ekkor a tévé nem férne be abba a hajóba. Te! De a másik tévé? A másik tévé, az a nappaliba beférne szerintem, de amúgy jön tévével. Vagyis a képen volt egy tévé. Az a baj, hogy szívesen elmennék megnézni ezt a hajót, csak körülbelül olyan 2 órás repülőtra útra van mi tőlünk, autóval meg olyan 2,5 nap mire odaérünk, és egy ilyen sziget közelébe van. Na mire? Majd lehet, hogy egyszerűen megyünk megnézni. Amúgy most képzeld el, leáraszták, ugyanis ezt a hajót én nem most találtam, ugye még mindig nézegettem a hajókat, és leáraszták, nem egyszer, most már 2-szer leáraszták ezt a hajót, nagyon jó áron van, ekkora hajót ilyen árért nem kapsz. Tehát ez olyan ritka, hogy nagyon ritka. Tehát ennek az ára nagyon jó. Azt mondta, aki eladja, hogy van egy pár hiba, amit ugye meg kell csinálni, valószínűleg, hogy ki kell venni a vízből, meg kell csinálni az olyát, nem megcsinálni, ugye újra kell festni valószínűleg az olyát, le kell takarítani, meg egy pár ilyen hasonló dolog, de még akkor is, hogyha ráköltöd, akkor is még nagyon jó áron ugye megkapnád. Mit mondasz, Nyuszi? Daddy! Mit mondasz? Daddy! Mit? Daddy, igen, és? Mit? Ott a Davis, szervusz! De! Na, úgyhogy azt hiszem, hogy most elindulunk, rendben van? Daddy. Na, mondjad. Csücs. Csücs, üljek le, hova, ide? Daddy csücs. Daddy csücs, ide lejut a daddy. És mit csinálunk? De nem fogjuk meg a kamerát, mert megyünk. Most én vlogolok, nem te. Daddy. Yes. A pénz. Aha. Forgunk. Na, húzzuk a cipőnket, Lukasz, készen vagy? Ugye gondoljátok, írjátok meg, hogy mit gondoltok. Ti tudnátok ilyen hajó lakni a kikötőben, vagy nem? Vagy mi tudnánk-e, vagy nem? Lehet, hogy tudnánk. Lehet, hogy át kéne gondolni. Milyen jó vlogokat lehetne onnét csinálni, nem? Érdekeseket. Azt lehet, hogy megunnánk és egy hét múlva elköltöznénk. Majdnem azt mondtam, hogy haza, de haza nem, mert hogyha itt lejár ugye a bérlet, akkor oda ráköltöznénk. Mit? Csücs! Nem, most megyünk, Nyuszi, gyere! De azt akarsz. Mit akarsz csinálni? A wire! Mami! Ja, tudom, össze kell csomagolni. Jaj, gyere! Mindenki egyszerre beszél, és ha mindenki egyszerre beszél, akkor nem értek semmit sem. Na, amúgy húzzuk a számítógépből az áramot. Nem mondnék, hanem a falból húzzuk az áramot. Ott. És összerakjuk, ugyanis a Lukasz ugye elviszi a szüleimhez, ugye? Ja. Mit? Egy Blu-ray. Mit? A Grinch-et?
Ez nem egy jó film, de én csak mondani egy okay film. Okay film. A Grinch az jó film. Én mindig szerettem a Grinchet. Legalábbis régebben én szerettem. Tudod, mi van fönként, ha nagyon szeretem a Grinch? Mi? Egy nagy Grinch puzzle. Ja, tudom, egy ilyen Grinch puzzle. Mi? Te mit csinálsz? Pisztolyozunk? Na, induljunk! Hoppá, bum! Na, ott még egy videokazetta is leesett. Az milyen videokazetta? Gondolj, Alfred! Ügyes voltál, milyen videokazetta volt? A Davis valamit matat. Megérkeztünk, nem más van, mint ide a parkolóba. Ugyanis idejöttünk a bevásárlóba, ugye nincsen túl jó idő, azért nem tudtunk már menni hajózni. Vagy talán legközelebb. Mit mondasz, Newsmus? Dancy. Aha, na, készen vagyunk? Azt mondom, fel kell venni a fölsőmet, ugyanis látod, rövid ujjú van rajtam, tehát olyan meleg volt, vagy rettentő meleg volt. Meg olyan hideg lett hirtelen reggel, hogy majdnem megfagytam. És megint nem máshol vagyunk, mint a játék részen. Hova ment a Davis? Te nyuszi? Egy percre nem figyel az ember, aztán elmegy. Mi? Mit találtam? Na te, ne üssi a levele, mi ez? Meg! Hát ez, nem tudom, ilyen húzogatós valami. Lukasz, ez micsoda? Na, megtalálta a motort. Te, ez lányos motor. Ott van a kék színű, a sárga színű. Mi? Ja, látom. Aj, ne gyere nekem! Mi a helyzet, Newsmus? Megyünk pelenkáért. Ja, a kamerát nem kaphatod meg. Nézd, itt a pelenka. Na, melyik pelenka kell neked? És végeztünk! Képzeld el, gyorsak voltunk, egy más túrát voltunk benne. Amúgy elmentem, megnéztem a kamerát. Ezt az új Sony RX 0-as, nem, csak 1-0-as kamerát. Még mindig nem jött ki. Azt mondták, hogy ugye elő lehet rá rendelni, nem akarok addig előrendelni rá, mert nem akarok semmi olyat venni, amit nem tudom, hogy még hogy milyen. Mert lehet, hogy megjön és nem tetszik, vagy ki tudja, bár visszaadják a pénzre, de... Na minden, úgyhogy nem rendeltem elő. Várok, azt mondták, hogy októberben jön. Közepe, vége körül, ami azt jelenti, hogy mi van most. Már van nem a közepe van, nem Lukasz? Már van nem a közepe van, úgyhogy talán jövő héten, vagy jövő hét után, vagy azután talán idejét. Azt mondták, közepe, vége felé ígérték, ők se tudják, hogy mikor jön, de jön. Úgyhogy lesz új kamera, hamarosan, csak várni kell. Reméljük, hogy megéri a várást. Amúgy megint elment egy felvételem ezen a kamerán. Azt hiszem, próbáltam visszahozni, hogy ilyenkor vissza lehet ilyen hozni, vagyis meg lehet vele próbálkozni, és legtöbbször nem jön vissza, vagy a vége hiányzik. Na mire? Úgyhogy mi most megyünk hazafelé. Oda néznél, a pesgőfürdős fürdőkád 3000 dollártól, az úszómedencés, meg nem tudom, hogy ott a tábla vagy nincs, de 10.000 dollártól. Nem tudom, hogy lehetett látni mennyit, nem, de az úszómedencés, én nem tudtam, hogy milyen, aztán apukám mondta, hogy az olyan, nem is úszómedencés, fürdőkád, de lehet benne úszni, ilyen nagyobb fürdőkád, hogy megy a víz te feléd, és végülis egy helyben úszol. Ilyen nagyobb fürdőkád, ilyen pesgőfürdők, vagy hogy mondják magyarul, nem tudom. Na minden, 3000 dollártól indul, és az a nagyobb, amiben lehet úszni, az 10.000 dollár. Szerintem elég drága, nem? Vagy nem tudom, nálatok divat ez a pesgős fürdős fürdőkád, végülis ezt kívülre teszed a ház, mondjuk a kertbe, és bele lehet ugye ülni, beleraksz egy italt, biztosan láthatok már ilyet. Magyarországon nem hiszem, hogy olyan nagy divat, nem? Nálunk sok, nem az, hogy sok, de van egy pár embernek. Régebben nagyobb divat volt, most már nem annyira. Nem tudom miért, biztos kiment a divatba. Na mindegy, megyünk az úton arra felé, és mutatom az időt, ilyen felhős, ilyen nem is, itt ilyen télies idő lenne, komolyan mondom. Ami nincsen hideg, 23 fok van, de többnek érződik, mint 23 fok. Ez nem az a téli 23, hanem ez az a tavaszi, majdnem hogy nyári 23, ilyen izzadós az idő egy kicsit, még van rajta egy hosszú ujjú. Hozaérkeztünk! Na, most már világosabb van. Csak kapcsolom a villanyokat, meg húzom a Redluxát, vagy a redőnyt, hogy világosabb legyen, meg ne lehessen belátni. Aztán kérdezték többen, hogy mostanában miért adok el mindenemet? Nem adok el mindenemet, vagy mindent, de eddig is én mindig mindent eladtam. Tehát vettem, eladtam, rendeltem, volt, hogy Kínából vettem dolgokat, és eladtam itt Ausztráliába. Annyi a különbség, hogy eddig nem filmeztem, mert nem beszéltem róla. A csónakról csak azért beszélek, ugyanis, hogyha ugye megvan, és van időm, ki tudom vinni, akkor ki tudok vele menni a vízre, és tudok nektek mutatni érdekes dolgokat. Különben eddig is adtam és vettem dolgokat, csak, ahogy mondtam, nem videóztam le, mert nem gondoltam volna, hogy érdekes lenne, vagy lesz. Szerintem nem érdekes. Tehát, hogyha veszek valami akármit, és eladom, szerintem nem érdekes. Vagy érdekes? A csónak, ugye, ahogy mondtam, az érdekes. Szerintem, legalábbis számomra. Aztán képzeld el, maradjunk az adás vételnél, a motort,
azt a motort, amit nem tudtam beindítani, ugyanis nem tudom, hogy mi a baja, ugye. Próbálkoztunk apukámmal ugye húzogatni, meg nézegetni, de fogalmam nincs, én nem értek hozzá, hogy mi a baja. Ezért úgy döntöttem, hogy eladom. És van rá jelentkező, nem tudom, hogy miért, de ma képzeld, de annyian hívtak, hogy nem tudom, általában vagy üzenethez küldenek az emberek, vagy pedig e-mailt írnak, de ma hívtak. Inkább ilyen idősebb emberek, a hangjukból hallatszva ilyen 60-70 év körüli. Gondolom azért, mert meg akarják otthon csinálgatni, mert van idejük. De mindegy, nem az van az érdekes, hogy ugye többen hívtak, és egy valaki fogja felvenni állítólag, hogyha minden igaz. És ez azért érdekes, mert ő magyar, képzeld el, úgy néz ki, hogy magyarnak adtam el. Azért őt választottam, mert magyar. Úgyhogy nem akarok kivételezni ugye senkivel se, de mivel magyar keresett meg, miért ne magyarnak ugye adjam el. Végülis nekem mindegy, hogy kiveszi meg, csak gondoltam, hogyha eljön megnézésre, tetszik neki, akkor vigye el ő. Hogyha mégse tetszik neki, akkor holnap jönnek ketten általában már reggel, és meg akarják nézni. Az egyik amúgy itt lakik, képzel el a szomszédba, úgyhogy neki csak át kellene sétálni. Na minden, majd meglátjuk, hogy ki veszi meg. Múltkor a csónakot nem mondtam, múltkor az egyik csónakot mondtam, vagy nem mondtam? Azt is magyarra vettem el, képzeld el. Én nem tudom, miért, de a magyarok szeretnek tőlem vásárolni dolgokat. Ezt a mosógépet is az vette meg, nem egy magyar mosógép volt, vagy még a régi lakásba. És na minden. Gondoltam, hogy megosztom. Számomra érdekes, hogy sok magyar vásárol tőlem. Pedig még senki nem reklamált, remélem, hogy nem is fognak reklamálni, ami rossz cuccot vagy dolgot sose adok el. Na mindegy, úgyhogy mára ennyit, és mit akartam mondani? Mindenkinek tanulom! Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!